Jó reggelt kívánunk a Pax TV nézőinek! A héten példázatokat hozunk a Bibliából, és a mai példázatunk az irgalmas samaritánus, és egy nagyon tőmondattal szeretném ezt így előre vezetni, mégpedig azt, hogy a szeretet cselekszik. Ezt Jézus maga mutatja be azzal, hogy ugye meghalt értünk, lejött a földre. Fantasztikus, hogy ezt átélhetjük. Nagyon sokszor elvárjuk azt, hogy cselekedjenek emberek körülöttünk. Különösen elvárjuk a tehetősebb emberektől, hogy cselekedjenek. Kérdés az, hogy tényleg mit vár el tőlünk, vár el Isten. És ezzel kapcsolatban hoztam a példabeszédekből egy nagyon szuper igét. Van, aki bőven osztogat, mégis gyarapszik, más meg szűken méri a járandóságát, mégis inségbe jut. Ez nagyon más szemléletet mutat azzal kapcsolatban, hogy tényleg csak az kell adjon, akinek sok van, hiszen a Biblia pont az ellenkezőjére hívja föl a figyelmet, hogy Isten ezt meg tudja fordítani, és nála egy kicsit másabbak az igazságok, mint az emberi igazság, az anyagi téren is. Jézus sok történetet, illetve példabeszédet mondott, hogy segítsen az embereknek megtanulni az igazságot. Nagyon fontos, hogy ezt meg kell tanulnunk, és az ige erre van, hogy bennünket tanítson, és ezt nap mint nap kell forgassuk, és ezzel kapcsolatban is, hogy világosságot nyerjünk. Jézushoz oda ment egyszer egy zsidó vezető, és megkérdezte, hogy hogyan lehet örök élete. És hát Jézus azt mondta, hogy ugye a fele barátról beszél, hogy átadom neked a szót. Hát Jézus azt mondta, hogy szeres fele barátodat, mint te magadat. Hát igen. És akkor visszakérdezett, hogy de hát ki az én fele barátom. És erre mondott egy példázatot Jézus, hogy amit itt csak elmondanák néhány szóba, hogy azt mondta a példázatban, hogy volt egy ember, aki elment Jeruzsálemből, elindult, és hát bajba került, mert megverték, és ott maradt, rablók kezébe esett, és összetörve ott feküdt az út szélen. És az történt, hogy ment arrafele egy pap, látta, hogy ott van, hát de úgy csinált, mint aki nem látta, tovább ment. Ment arra egy lévita, ugye az is egy templomi szolgáló volt, énekes. Ő is látta, hogy ott van az ember, hát de úgy csinált, mint aki nem látta, tovább ment. És ment arra egy samaritánus, úgy mondja ez a történet, csak annyit róluk, hogy annyira nem voltak jóban a zsidókkal, tehát még ez is hozzátartozik a történethez. És mikor meglátta, akkor úgy megindult a szíve, fölkarolta, elvitte orvoshoz, az ott lerakta, és azt mondta, és kifizette a gyógyítást, és azt mondta, hogy még ami ezen felül van, azt majd számlálsz ki nekem nyugodtan. Úgy elgondolkodtam ezen a történeten így három szemszögből. Az egyik a pap és a lévita a szemszöge, ott is érdemes egy picit úgy elgondolkodni, hogy hát lehet, hogy kényelmesebb nem észrevenni a problémákat, nem? Hát akkor, ha nem látjuk, akkor tovább mehetünk. Az is lehet, hogy a papnak és a lévitának egy magasztosabb szolgálata volt, mint hogy most oda menjen, összekoszolja magát egy összetört emberrel. Szóval nézhetjük a nyomorult ember, a megvert embernek a szemszögéből. Lehet, hogy tehetett róla, hogy oda került, lehet, hogy kötekedett, nem tudjuk, nem ír róla erről semmit. A történet pont nem erről is szól, hogy miért került bajba, hanem egyszerűen csak bajba volt, és neki az egyetlen reménye az volt, hogy valaki odajöjjön, és segítsen neki. És hát ott van ez a samaritánus, aki viszont oda ment, és annak ellenére, hogy esetleg ez a nép nem volt a barátja, vagy ellenséges lett, és mondotta volna azt, hogy na nem baj, legalább megérdemelted, bajba kerültél, megindult a szíve, és oda ment, és segített. És ezzel az példázattal próbálta ennek a gazdag embernek, előkelő embernek Jézus bemutatni, hogy ki is az én fele barátom, az, aki a bajba fog segíteni nekem. És hogy Jézus ezt önmagába bemutatta, hogy ő lejött, ott hagyta a mennyet, és hozzám, aki a legmélyebben vagyok, a legjobban elvetve, azt is fölemel és fölkarol. Igen, a szeretet cselekszik, nem kérdez, cselekszik. Világosság ragyog a sötétben is a becsületesekre, attól, aki kegyelmes, irgalmas és igaz. Zsoltárok 112:4. Legyenek önök is becsületesek, kegyelmesek, irgalmasak és igazak. További szép napot kívánunk! Viszontlátásra!